Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amiben megint itt van velem Bence. Sziasztok! És ez a videó nem lenne más, mint a következő része a sorozatunknak, aminek a neve nem más, mint hogy amit a lányok nem mernek megkérdezni a fiúktól. Még mielőtt elkezdenénk a videót, szeretném nektek elmondani, hogy ezek a kérdések más lányok kérdései. Igen. Szeretném megelőzni azokat a kommenteket, akik az anatómiai tudásomat és a szexuális felvilágosodottságomat kérdőjelezik meg. Biológia-kémia szakra jártam gimibe, úgyhogy... Tudok egy mást. Annyira azért nem vagyok hülye, de a lényeg az, hogy ezek a kérdések nagy általánosságban a nők kérdései a férfiakhoz, amit nem mennek megkérdezni. Én pedig vagyok az, aki ezeket a kérdéseket felteszi a mintapéldányunknak, aki jelen esetben nem más, mint az én kis Bencém. Igen. Te pedig próbálsz viszonylag általánosan válaszolni. Legjobb tudásom szerint így van. De azért vannak olyan dolgok, amiben csak a saját véleményedet tudod elmondani. Abszolút. És ezt szerettem volna most kiemelni, mert a második résznél ez kimaradt, és rögtön be is támadtatok miatta, úgyhogy ezután, hogy ezt elmondtuk, szerintem kezdjük is el. Hát azt azért még mondjuk el, hogy fontoskodok egy picit, hogy az én csatornámra kiment már a negyedik rész, ötödik, mindegy, az előző rész. Nem, hát kiment, merre, kiment ja, hozzá. Ja, mert hogy összességbe szemlőd. Hozzád egy, hozzám egy, hozzád egy, hozzám most akkor még egy. Akkor hozzád az ötödik. Meg. Tök mindegy, kiment hozzám az új rész, és ezután, vagy azután jött ez. Igazából nem szeretném túlbonyolítani. Ha bármelyikről lemaradtatok, keressétek a csatornáinkon, ott van mindenkinél. Jó volt amúgy? Úgyhogy. Nálam. Érdekes kérdések voltak? Szerintem igen. Van még egy-kettő, amire számítottam egyébként, hogy fog érkezni, de... Hát, ha majd a következő hát, részben. Ami késik, nem múlik, és hát remélem, hogy nagyon sokan szeretnétek következőt. Akkor dobjatok lájkot, és a komment részlegben még mindig jöhet, hogy legyen a következő rész, és ha lesz, akkor újabb kérdéseket is várunk a komment részlegben. Így van, úgyhogy ott lesz a link a leírásban a videónak. És most már kezdjük. Igen. Egy virázat a sarokba. Tehát az első kérdésem, illetve az első kérdésünk, mint nőknek, hogyha egy randira viszek ajándékot, te? Mármint a nő? Hogyha a randira visztek ajándékot, igen, akkor hogy választjátok ki, hogy mit vigyetek, illetve hogy döntitek el, hogy mikor van az az idő, amikor már akartok vinni ajándékot? Igazából nagyon-nagyon bénák vagyunk ajándékválasztásban, tehát elképesztően rosszak. Tehát van ez a szint, amit gondolnátok, hogy hát rosszak. Ehhez képest a békasággal alatt vagyunk, és anyukánktól kérünk tanácsot a legtöbbször. Jaj, tényleg? Igen, legalábbis én nagyon sokáig így voltam, mert hát ugye ő nő. Tényleg? Igen. És milyen újdonságokat mondasz? Igen, igen. És hát ő ugye a legközelebbi nő az életünkben, és tőlük. De egyébként ugye nyilván vannak a kivételek, ők megpróbálják megoldani Facebookon, utána keresni a csaj, mit szeret, Instán, mit szeret, mi a kedvenc színe. Mindenképp, hogyha ajándékot veszünk, akkor azért valamennyire rászoktunk stresszelni a dologra, és bénák vagyunk benne. Ez cuki. Az, hogy mikor döntjük el, hogy veszünk ajándékot a csajnak, nyilván első randira nagyon ritka, a virág is nagyon ritka, sajnos ez a fajta, hogy is mondjam, gesztus már kezd kikopni, de szerintem, hogyha a csaj és te már úgy közel kerültetek egymáshoz, és számos randitok volt már, akkor úgy például a névnapjára illik. Igen. Nyilván. De hogyha van egy ilyen kis, nem akarok nagyon extrém helyzetekbe elmenni, de ismerek olyan párt, akik ugye a kapcsolatukat havi szinten megünneplik, és minden hónapban van ajándék. Hogy hívják azt az appot? Vannak ilyen fiúk is, milyen appot? A számolós. Been together? Azt. Been together. Aki használja azt az appot, most azonnal írjon le a komment részlegbe. Miért? Nekem is volt Been together-öm. Használjátok nyugodtan, ünnepeljetek, nincs használjátok egészsége. Baj, úgyhogy menjünk tovább a következő kérdésre. Ilyenkor már rosszul kezdődik. Az a baj, hogy nem tudom, hogy vezessem fel ezt a kérdést. Igen. Tehát, a fiúk a fecskébe vagy boxerbe hova teszik a slagot? Hova teszik? Hát, hogy áll
a slag ja. fecskébe, vagy a boxerbe. Hát ez volt a itt kérdés. Itt most hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenkinél tudom. Nem tudom mindenkinél, mm-hmm. nem nagyon szoktuk ezt megbeszélni, megnézegetni, hogy kinél hogy el. Mondd el az opciókat. Hát ugye, szomorú szamuráj. Szia, nem bírom. Szomorú szamuráj, ágaskodó sáska. És ilyen oldalra verzió van? Hát az nem nagyon. Van oldalra verzió? Minden lenne. Nekem van egy kis segítségünk itt. Nekem nincs. Én oldalra nem szoktam. Oh, wow. Van, aki szokta oldalra. Van itt egy olyan kérdésünk, hogy a fiúk, férfiak szokták-e valami miatt kellemetlenül érezni magukat szex közben? Hát, biztos vannak olyan szituációk, hogy kellemetlenül érzed magad. Tehát, hogyha nem tudom. Én azért nem tudom, mert nem éreztem még magam kellemetlenül. Mi lenne az a helyzet, amire azt mondod, hogy hétköznapi helyzet, tehát azért nem menjünk túl. Nem tudom, hogyha olyan hangokat ad ki a csaj például, vagy hogyha más nevén szólít. Az nagyon hát ezt mondom, hogy nem Józsi vagy, hanem Rózsi. Fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Erre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ezt is írjátok meg. Hogy van az, hogy a nők annyi mindent elmondanak nektek, és ti a felét se jegyzitek meg? Hát ezt a hülyeséget. Micsoda, mit mondtál? Hogy a felét se jegyzitek. Van-e olyan, hogy amikor a barátnőtök mondja, akkor igen. végig odafigyeltek, oda tudtok figyelni, és mindent megjegyeztek? Van, nyilván van. A szelektív hallás az egy tulajdonság, egy áldás, nem pedig egy átok. Attól függ kinek, de egyébként nem mindig szoktunk elfelejteni dolgokat. Én beírom mindig a naptáramba, hogyha bármi nagyon fontos van, hogy emlékeztessen. És akkor mi van, amikor itt ülünk a kanapén, és elmondom neked, és mire a végére érek, már nem emlékszel az elejére? Volt ilyen. Na látod, erre sem emlékszem. Tehát ezt így könnyű így behúzni engem a csőbe. Ilyenek vagyunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanak, hogy egy legendát idézzek. A fiúk hogy viszonyulnak ahhoz, ha egy kapcsolatban a lány pukizik vagy pifizik? Hát ez egy csodálatos kérdés. Mikor jön el az idő, amikor azt mondod, hogy együtt éltek már egy jó ideje, vagy annyira régóta randiztok, hogy ez attól már nem kellemetlen? Van, aki egyáltalán nem tud vele élni, valakinek attól függ, hogy mennyire mély a kapcsolat, ez szerintem nem időhöz van kötve, és van, aki meg abszolút dolgokat. Neki rendben van. Ez a három fajta van. Szerintem mindenkinél, inkább úgy van az átlagnál, az idő dönti el, vagy nem tudom. Látsz-e arra bármi esélyt, hogy azután törik meg a jég, hogy valakinél valami becsúszik? Nem számít szerintem. Mert ugyanúgy, ahogy azt gondolnád, hogy akár segíthet a helyzeten, igen. ugyanúgy ronthat is rajta, és mondjuk az egyik fél kellemetlenül érzi magát, és elkönyveli magába, hogy örökre, vagy na jó, akkor ezentúl. Tehát ez ugyanúgy személyre szabott dolog. Bár ettől függetlenül hozzátenném egyébként, hogy nem szabadna tabunak lennie, és nem szabadna magatokba tartani semmit. Persze, csak így alakult ki. Nem egészséges. Úgyhogy igyekezzetek egy olyan kapcsolatot kialakítani, ahol semmi természetes dolog nem számít tabunak. És akkor ennek a résznek szerintem a legérdekesebb kérdése, egyben az utolsó is. A kérdésem, hogy hogyan választotok magatoknak óvszert, a méretet hogy tudjátok belőni, hogy ne legyen túl szoros, vagy laza? Esküszöm neked, hogy annyira nem érdekes senkit se ez a fiúk közül ez a kérdés, hogy ténylegesen... Excuse me! Mi az? Hát de mi az, hogy nem érdekel? Hát úgy. Te ne röhögjél ott hátul a sarokba! Hát ez nincs semmit, hát ez erre mit lehet válaszolni? Én nem szoktam nézni. Senki se nézi. Random valamit lekapsz, hát nem mindegy, hogy mekkora melltartót veszek le, hát nektek sem mindegy, hát hogy az mekkora. Az másod, az nyúlik. Így van. Ennyire nyúlik, igen. hogy bármit vehetsz, jó lesz? Hát már húztunk bele a fejet is. Hát meg gondolj bele, az ugye egy teljesen akkor lapos. És a gumit azt addig húzod lefele, ami konkrétan... Igen ennyi. Alapvetően. Tehát ez... Alapvetően akkor csak akkor tudsz mellé nyúlni a gumival, hogyha túl nagyot veszel. Nem?
mert akkor le tud csúszni. Nem tudsz túl nagyot venni, mert mivel gumi, és a jelen állapotában, amikor kibontod, akkor teljesen egyben van, és úgy nyúlik ki, rászabva a szerszámra. Vannak amúgy, van azt hiszem nagyon nagy, hogyha bemész a drogériába, vagy bemész bárhova, és oda sétál szépen a pulthoz, akkor nyugodjál, hogy nem fogsz olyat levenni, ami 40 centi. Biztos, hogy nem. Ez 100%. Hát ez nem olyan, mint a tamponnál, hogy össze-vissza kell próbálgatni. Itt vakon is választhat. Csak ne vegyed a 300 forintos gyümölcsöset, mert akkor 9 óra púlva jöhet a baba. Ez a fontos. Használjuk a kóbszert. Ez legyen a mai nap tanulsága. Ezzel a kérdéssel, és ezzel a tanulsággal le is zárnám ezt a videót, és hogyha szeretnétek még, hogy legyen, akkor írjatok nekem sok-sok kérdést. Igen, mert ez lehet, hogy azért lett rövidebb. Kezdenek egy kicsit elfogyni, és dobjatok rá egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat. Gyertek az Instára. És természetesen kövessetek minket Instán is, itt is itt vannak az Insta neveink, és lent is lent vannak a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk, sziasztok!